Sziasztok, Box Utca Online nézők! Hosszú hónapok, évek óta nem csináltunk a helyszínről online, úgyhogy most jöjjenek a legfontosabb hírek erről a hétről eddig. Miközben a háttérben a házcsapat nagyon-nagyon az alfaromban, egészen pontosan nagyon-nagyon meleg itt. Szóval jöjjenek a legfontosabb hírek! Az ott a biztonsági autó volt, ezek pedig a legfontosabb hírek. Nyilvánvalóan a csütörtöki nap híre, hogy Carlos Sainz aláírt 2024-ig a Ferrarihoz. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a Leclerc-Sainz páros, ez eléggé be lesz betonozva ide. Tulajdonképpen egyébként nincs ebben semmi meglepő, borzasztó jól megy a Ferrari-nak. Jó kedvű, lelkesebb, kakják össze az autókat, úgy szilárd. Sainz is boldog, Leclerc is boldog, minden Ferrari szurkoló boldog. Max Verstappen sokat változott Helmut Marko szerint az utóbbi években, sokkal nyugodtabb lett. Az F1 Insidernek adott a doktor egy interjút, és elárulta, hogy Verstappen sokkal jobban kezeli a kieséseket, mint pár évvel ezelőtt. Ettől függetlenül hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan ideges, és Marko azzal próbálta megnyugtatni, hogy nyugodjon meg, még van 20 futam, meg a sprint kvalifikációk, meg a leggyorsabb körkérjáró pontok, és még több mint 500 pontot tud szerezni ebben az évben. Ugyanakkor el kell ismerni, ezt is hozzátette Marko, hogy a kisebb leszorító erő ezekben az autókban egyszerűen Checo Pereznek jobban fekszik a Red Bullban. Verstappen egy kicsit problémás még ezzel az autóval, meg kell szoknia, meg kell tanulnia. Meglátjuk, hogy mi lesz. Egyelőre a csapatnál jókedv van, láttunk már hasonlót egyébként. Én emlékszem egy bizonyos Sebastian Vettelre, akinek egyszer csak hirtelen nem feküdt annyira az autó, és nem volt benne olyan jó. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Verstappen sokat javult, ezt mondja Marko. Azt nem tudni, hogy a medical car-ra szükség lesz a Silverstone-ban, de azt már egészen biztosan tudjuk, hogy ott is teltház lesz. 142 000 jegyet adtak el, és úgy, hogy ott is, ahogy a Hungaroringen, plusz tribünöket kellett építeni. 142 000 jegy csak vasárnapra. A szervezők bizakodnak, hogy szombaton is teltház lesz, meg pénteken is teltház lesz. Meglátjuk, mindenhol a világon ez van. Miami-ban is elment az összes jegy, nyilvánvalóan Monzában is el fog menni, úgyhogy aki lemarad, az kimarad. Kevin Magnussen megkérdezték egy interjúban, hogy mit gondol Mick Schumacherről. Magnussen pedig elmondta, hogy most már abba kéne hagyni ezt a csak a neve miatt van itt megközelítést, mert hogy az van, hogy Mick Schumacher először is megnyerte az F3-at, aztán megnyerte az F2-t, és egy tök jó versenyző, és Magnussen elmondta, hogy folyamatosan érdeklődik, folyamatosan fejlődni szeretne, úgyhogy ő nagyon szereti, mint csapattárs, úgyhogy tessék leszakadni Mick Schumacher nevéről, és arról, hogy őnek nincs helye itt a Forma 1-ben. Van helye Magnussen szerint, és a jövője is eléggé fényesnek tűnik. Óha, a Weber Gabi hozzáérhetne ehhez a szárnyhoz, hogy örülne mi? De a Gabi nem érhet hozzá, mert én vagyok, itt ne törődjünk ezzel. Az utolsó hírnek viszont semmi köze nincs a Mercedeshez, viszont van a Forma 1 Miami nagydíjhoz. Némlegesen arról van szó, hogy Miamiban rengeteg nyugdíjas él Amerikában, és ezek a nyugdíjasok nem akarnak Forma 1-es nagydíjat, olyannyira nem akarnak, hogy eleve azért tartott évekig megegyezni egyébként Miami városával, mert a nyuggerek hordták a futamokat folyamatosan. Végül sikerült, viszont beadtak még egy beadványt a bíróságra ezen a héten, ami arról szólt, hogy most figyeljetek, maradandó halláskárosodást fognak szenvedni szegény idősödő lakók, egészen pontosan Miami Gardens lakónegyedében. Bár az összes egyet eladták már a futamra, és két hét múlva lesz. A biztonsági autó szerintem hangosabb, mint a Forma 1-es autó, de mindegy. A lényeg az, hogy jó fej volt a bíró Miami-ban, és azt mondta, hogy ne örüljünk már meg, vagy csukják be a nyugdíjasok az ablakot, vagy dugjanak füldugolt a fülükbe, úgyhogy lesz Miami nagydíj, bár Amerikában, Miami-ban mindent megpróbáltak a szépkorúak, hogy ezt megakadályozzák. Szerintem a hét legviccesebb híre volt ez a halláskárosodós. Ez volt egyébként a Box Utca Online ezen a héten. Villám volt, hadartam, bocsánat, de ilyen, amikor itt vagyunk a helyszínen, vigyázzatok magatokra, a hétvégén nagydíj itt Imolában. Ciao!